Sziasztok és Lányok! Üdv a csatornámon! Tehát ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy mit lehet tenni a téli depresszió ellen, illetve, hogy mik azok a dolgok, amikkel ezt a téli depressziót meg tudjátok előzni. Szóval az első dolog, ami nekem nagyon sokat segít, az az, hogy Találni egy olyan dolgot magában a télben, amit igazából így nagyon szeretek. Szóval például nem tudom, én sokkal jobban szeretem a telet, mint a nyarat, és ezért nekem ez relatíve egyszerű, de ilyenkor mindig belegondolok abba, hogy én is találok a nyárban olyan dolgokat, amiket nagyon-nagyon szeretek. Szóval például, mondjuk, ha azt nézzük, hogy december, akkor ugye ott van a karácsony. Nekem a kedvenc ünnepem az a karácsony, szóval nekem relatíve egyszerű ez a november-decemberi időszak, mivel nagyon-nagyon-nagyon várom a karácsonyt, és már készülök rá. Viszont, hogyha esetleg a karácsony nem, akkor mondjuk az új év lehet egy olyan dolog, ami igazából tetszik. Vagy ugye januárban például ott van ugye az, hogy új év, újén. Tudjátok, van rengeteg ilyen motivációja az embernek arra, hogy akkor új dolgokat kezdjen el, új, um, új évi fogadalmakat tegyen, és engem például a január nagyon tud motiválni. Szóval én nem arra gondolok, hogy hideg van, és fázom, és sötét van, hanem arra gondolok, hogy új év, akkor nem tudom, új hobbikat találok ki, új dolgokba kezdek bele. Szóval valamivel motiválom magamat arra, hogy várjam a januárt, ahelyett, hogy igazából így tökre depresszióba esek miatta. És igazából a február az nekem speciál, azért egyszerű, mert akkor van a szülinapom. Viszont, hogyha nem februárban születtél, illetve szingli vagy, tehát még akár a Valentin napot se tudod ünnepelni, akkor ugye vagy ott van a farsang, de nyilván minél idősebb vagy, annál kevésbé lesz releváns a farsang, akkor szimplán gondolj bele abba, hogy igazából ez az utolsó hónap. És ezért valljuk be, a február nem egy hosszú hónap, tehát nem kell 30-31 napot várnod, tehát igazából a februárt is túl lehet élni úgy, hogy arra gondol az ember, hogy igazából mindjárt itt van a vége. Tehát ez az első tippem, hogy ha valami nem tetszik, akkor próbáljátok meg megtalálni benne a jót. A második dolog az az, hogy igazából vannak olyan dolgok, amiket így csak télen lehet csinálni. És próbáljátok meg ezekre fókuszálni. Tehát, hogyha valaki nagyon szeret síelni, Nyilván nyáron is elmehetsz, viszont akkor sokkal kevésbé fogsz mondjuk Ausztriában havat találni, mint hogyha mondjuk, nem tudom, Japánba mennél a Mount Fuji-ra. Tehát fontos az, hogy próbáljátok meg például, nem tudom, a karácsonyi vásár. Érted, ha nem is szereted a karácsonyt, egyszer el lehet menni. Vagy ugye a jégkorizás, vagy sielés, vagy akár szánkózás, függetlenül attól, hogy amúgy nincs nagyon hó, reméljük ebben az évben lesz. Tehát valami olyan dolgot találni, ami tényleg csak ebben a hónapban lehet megcsinálni. Akár étel is lehet, tehát nem tudom, valaki nagyon szereti a teát. Nyáron nem szoktam forró teát inni, ugyebár, hanem inkább most. Vagy azok az ételek, amiket csak most eszünk, például a mézes kalács. Tehát valamit csak meg tudsz találni, akkor is, ha utálod a karácsony, a mézes kalácsokból biztos van olyan íz, amit szeretsz, Tehát azt, azt már fel tudod használni ezzel a téli depresszió ellen. A harmadik dolog, amit szoktam mondani, az az, hogy vitamint kell enni. Na most ez inkább ugye a mentális, illetve a fizikai egészségére utal az embernek, Viszont ugye nyilván az első tippem az nem az lenne, hogy vitamint egyél, viszont olvastam, és nekem is nagyon sokat segített, amikor valami problémám volt úgy a téllel kapcsolatban, mivel ugye nincs már napsütés, sötétedik nagyon korán, hideg van, tehát az embernek amúgy Kedves sincs így kimenni. Viszont ezekkel a vitaminokkal tudja az ember pótolni magát, és az, hogy milyen vitaminra van szükséged, illetve hogy hol tudod ezt beszerezni, az ugye nyilván neked kell tudnod, mert ugye attól függően, hogy mondjuk, ha nem tudom, sportoló vagy, vagy nem sportolsz, milyen diétád van, stb. 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 Viszont ha valaki nagyon kétségbe van esve, és nagyon úgy érzi, hogy neki azonnal vitaminra van szüksége, azonnal ő jól akarja érezni magát, akkor igazából ez is tud segíteni. A negyedik dolog az az, hogy igazából gondoljatok bele abba, hogy ennek is vége van. Tehát amikor bekövetkezik a június 1, akkor belegondolok abba, hogy innentől kezdve, nem tudom, 90 napon keresztül izzadás lesz, 50 fok, és nem lesz semmi ez motiváció. Viszont úgy vagyok vele, hogy oké, okay, viszont utána jön az, jön az ősz. Tehát egyszer úgy is vége lesz. És amikor valami nagyon-nagyon-nagyon stresszelek, az iskola, a munka, úgy vagyok vele, hogy egyszer úgy is vége lesz. Tehát nincs olyan, hogy ez a dolog örökre menni fog. És nyilván ez a legnehezebb, hiszen ez az olyan dolog, amivel te nem tudsz semmit kezdeni, csak konkrétan számolod vissza napokat, amíg újra tavasz nem lesz. Viszont a mindsetedbe bele tudod rakni azt, hogy igazából nem fog örökké tartani, tehát december 1 nem azt jelenti, hogy akkor most innentől kezdve örökre tél lesz, viszont ugye, ahogy már mondtam, a télben is vannak jó dolgok. A telet is lehet szeretni, nem kell, hogy ez legyen a kedvenc hónapot hirtelen, viszont amikor valaki azt mondja, hogy oké, okay, december 1 van, akkor innentől kezdve téli depresszió, nem. Tehát megpróbáltál, nem tudom, olyan dolgokat keresni, amit szeretsz, akár a karácsony, akár az új év a barátaiddal, akár egy nem tudom, téli vakáció valahol, Megpróbáltad? Nem? Oké. Okay. Vagy megpróbáltál olyan fizikai dolgokat ke keresni, amik esetleg segítenek neked? A kedvenc karácsonyi ételed? A kedvenc téli ételed? Egy forró tea? Egy forró kávé? Egy nem tudom, nézes kalács? Vagy olyan sütik, amiket ki tudsz dekorálni karácsonyra? Megpróbáltad? Nem. Akkor honnan tudod, hogy ez nem fog neked tetszeni? Vagy próbáltál vitamin szedni? Elmentél orvoshoz? Tehát nem, én nem tudom azt elképzelni, hogy november 30-án valaki még nagyon boldog, és aztán hirtelen december 1-től így depresszió. Tehát nyilván ez novemberben már elő szokott jönni, mivel ugye már ilyenkor is sötét van, ilyenkor is hideg van, bla bla bla, viszont sokan így tényleg december 1 el mondják azt, hogy akkor nekik itt a, itt a déli depresszió, és nem értem. És az utolsó dolog pedig, hogy igazából így nem értem. Tehát nincs annál jobb, mint amikor 5 órakor befejezed a munkát, és hazamész, és bevóztad a takaró alá, és megnézel egy filmet, ami, ami tényleg akkor jó, amikor már sötét van kint. Nem kell várnod este 11-ig, hogy lemenjen a nap, hanem már most meg tudod nézni. Vagy megcsász egy forró teát. Valaki mondja nekem, aki 50 fokba forró teát iszik. Nem, tehát én nem láttam olyan embert, és én például mindig azt várom, hogy végre hideg legyen, hogy tudjak iskolába teát vinni, a munkába egy forró kávé, a forró csoki. Tehát olyan sok minden van, amit a télbe lehet szeretni, és ezeket, hogyha elkezditek használni, vagy akár egyet kiválasztotok, a téli depressziót már meg tudjátok előzni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt. Remélem, hogy mindenkinek jól megy a vizsgai időszak, mivel ha jól emlékszem, akkor ez így most lehetett nagyjából, vagy most jön. Igazából minden nap gondolok rátok, és minden nap reménykedem, hogy egyébként sikerül nektek meg, hogy élvezitek a sulit, aki esetleg szakdogást fog írni hamarosan, annak sok sikert, aki esetleg most első éves, azt nagyon szívesen meghallgatnám, hogy hogyan élvezi az iskolát, tetszik -e neki, megbánta, -e, hogy elment egyetemre, vagy nagyon jó szakot választott, tehát ha valaki esetleg szeretné, akkor leírhatja a komment szekcióba. Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el lájkolni, like és feliratkozni a csatornámra, hogy nem maradjatok le több ilyen videóról. Találkozunk jövő hét szerdán, remélem, hogy nagyon szép napotok volt. Sziasztok!